Tudja, ki találta fel a kereket? Valaki biztos feltalálta, mert volt előtte kerék, nem volt kerék, most meg van. Mégsem tudjuk, hogy a kereket ki találta fel. Ezzel magyarázta Kósa Lajos, miért nem tudja, ki találta ki az újabb nemzeti konzultációt. Azt viszont biztosan állította, Soros György tervének része évi 1 millió bevándorló befogadása Európába, a migránsok kötelező szétosztása és a határkerítés elbontása. Ezért kezdeményeztek egy Soros nemzeti konzultációt. Soros György azonban tavaly júliusban a Foreign Policy-ben úgy fogalmazott, szó sincs kötelező kvótáról. Az Unió nem tudja kikényszeríteni, hogy a tagállamok részt vegyenek ezekben a programokban. A menekültek elhelyezésének önkéntes alapon kell történnie. A Fidesz ezzel a kihelyezett frakcióüléssel visszavonhatatlanul ráfordult a választási kampányra. Hétfőtől pedig, 3 hónapos nyári szünet után kezdődik a parlament őszi ülésszaka is. És tudósítónk el is mondta, hogy hétfőn kezdődik a parlament ülésszaka, ahol ön nem vesz részt. Itt van velünk Tordai Bence, a Párbeszédnek a szóvivője. Jó reggelt kívánok! Jó, mert reggelt, hogy jelent. Legutóbbi akciója után most már nem először, másodszor, ugye ez a harmadik eset volt, hanem harmadszor, akkor a 2 sárga lap után kapott egy piros lapot, pedig a sportban nem így van. Tehát, hogy jól tudom, hogy örökre tiltották ki a parlamentből? Hát azt írta Kövér László, hogy nem fogja visszaadni a belépési engedélyemet, tehát amíg Kövér László a házelnök, addig én nem fogok tudni belépni a parlamentbe. Tegyük hozzá, nem egy nagy veszteség, de azért az mégis furcsa, hogy egy pár szóvivője nem léphet be. Legalább ennyire furcsa, hogy mondjuk az újságírók sem végezhetik a munkájukat, és ha jól sejtem, akkor hamarosan el fogják ítélni Magyarországot, illetve jelen esetben Kövér Lászlót emiatt. Kövér Lászlót hol ítélik el? Például az ön kitiltása, vagy pedig sajtómunkatársak esetleg is kitiltása? Strasbourgban, az Európai Bíróságon szerintem hamarosan megszületik az ítélet. Ön egyébként adott be beadványt, hogyha már itt tartunk, csak egy gyors kérdés, tehát hogy ön nem, például... azt hiszem az én esetem ez egy picit más, egy politikus azért viselje, hogyha felhasználnak ellene akár ilyen eszközöket is. Ami sokkal problémásabb, hogy Szabó Tíme, a Párbeszéd képviselője, nem hívhat meg vendégeket, tehát gyakorlatilag... Többek között ön sem. Engem sem, de mondjuk külső szakértőket sem, társadalmi csoportok érintette képviselőt sem viheti be mondjuk egy bizottsági ülésre, tehát őt az országgyűlési képviselő jogaiban korlátozzák, ezt megtámadtuk mi is. Ön ezt nem sajnálja? Tehát nem sajnálja azt, hogy esetleg nem tud többet tenni, akár a saját pártjáért, akár a saját választóikért, hogy bemegy a parlamentbe, és esetleg ott mutat be bizonyos dolgokat, amire ugye most nincs lehetősége? Hát azt gondolom, hogy a magyar politikában most már nem a parlament a legfőbb szintér, hanem egy bábszínház zajlik ott. Ez jó kérdés, hogy mi a főszintér. Velence? Tényleg, amikor azt látjuk, Orbán Viktor Fidesz elnök megkéri a Fidesz frakciót, hogy kérje meg Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy ugyan már legyen olyan kedves, és csináljon egy nemzeti konzultációt, tehát közpénzből folytasson Fidesz propagandát, akkor látjuk, hogy igazából a parlamentáris kulisszáknak már nincs jelentőség ebben az országban. Miért érzi problémásnak azt, hogy most a Fidesz frakció felkérése után a kormány nagy valószínűséggel, hát ez borítékolható, elrendel egy nemzeti konzultációt, ott az embereket megkérdezik Soros Györgyről, vagy az úgy nevezett Soros tervről, amelyről már annyi mindent olvastam, hogy én sem, magam sem, egyébként nem tudom, hogy melyik Soros terv az igazi Soros terv, azok szerint, akik azt mondják, hogy az a Soros terv, tehát megkérdezik az embereket, itt lesz egy vélemény. Hát ennyirőben megkérdezhetnék a Loch Nessi szörnyről is az emberek véleményét. Önnek egyébként mi a véleménye a Loch Nessi szörnyről? Hát nem örülnék, ha megtámadná Magyarországot a Loch Nessi szörny. Oké, okay, de itt ebben a pillanatban akkor most ezt lefektetjük, hogy ön hisz abban, hogy létezik a Loch Nessi szörny? Nem, de akár létezik, akár nem, rossz lenne, hogyha ide jönne és magyar embereket csócsálna meg. Ugyanez, hogyha megírják a nemzeti konzultációban, hogy tudta, hogy létezik egy Soros terv, ami Magyarország és Európa rombadöntésére született, támogatja, hogy ez a Soros terv, ugye ez az új keresztnél valószínűleg szegény Gyuri bácsinak, tehát hogy támogatja, hogy ez a gonosz Soros terv megvalósuljon, vagy inkább küzdjünk ellene minden eszközzel, hát kb. Így szoktak kinézni ezek a nemzeti konzultációk, ennek mi értelme van, azon ki, hogy lehet csújkolni a Fidesz propagandát az állami pénzből. Ön egyértelműen egy választási kampány vagy főkampánynak hívja ezt a bizonyos úgynevezett nemzeti konzultációt? Egyértelmű, tehát hogy most kezdődik az utolsó politikai szezon a 2018-as választás előtt, és Orbán Viktor megmondta, hogy miről fog szólni a kampányuk. Ugye 2014-ben annyi volt a kampányüzenetük, hogy folytatjuk, folytatták is, tehát az legalább egy őszinte kampány volt, kormányzás helyett loptak és hatalmat építettek tovább. Most az az üzenetük, hogy Soros, értsd, van valami kötkép, amitől félni kell, amit gyűlölni kell. Az a probléma, hogy tényleg a hatalom megtartása érdekében az emberek negatív érzéseire játszanak rá, azokat erősítik fel.
felvázolnak egy olyan beszédet, ami egyébként nem létezik, de amitől annál könnyebb megvédeni a Fidesznek az embereket, és szerintük erről kéne szóljon a kampány, nem arról, hogy mekkorák a társadalmi egyenlőtlenség, mekkora a kilátástalanság Magyarországon, hogy hullik szét az egészségügy, miért van 19. századi szinten a magyar oktatás, tehát lehetne folytatni. Ezekről Orbán Viktor szerint mind nem kéne beszélni a kampányban, szerintük kizárólag arra kéne figyelnünk, hogy a soros terv az van-e vagy nincs, és hogy mit tehetünk el. Én próbáltam jegyzetelni, gyors jegyzeteléssel mindazt, amit mond, és azt mondta, ez valóban így van, hogy 2014 előtt azt mondták, hogy folytatjuk, ön hozzátette azt is, hogy például lopnak. Most pedig beszél terjedő szegénységről, szétrohadó egészségügyről, 19. században visszarángatott oktatásról. Hát ennyire ne lenne felnőtt a magyar választó, ha mindezt látja, és úgy gondolja, hogy önnek, Tordai úr, igaza van, hiszen szegénység, szétrohadó, 19. század, lopás, kilátástalanság, akkor a választó ki fog menni majd a választás, és azt fogja mondani, hogy látjuk az eredményeket, Tordai úr is megmondta, de mi is látjuk, nem szavazunk a Fideszre, és akkor önök kerülnek kormányra, de egyelőre nem így néz ki a dolog, tehát a választó fogja, és egy jelentős előnnyel a kormánypártokat részesíti előnybe, legalábbis a közvélemény kutatások szerint. Nézzük meg jobban azokat a kutatásokat. Mi egyébként a Párbeszédben mindig is bíztunk a választók bölcsességében, és most is 3,5 millióan vannak azok, akik kormányváltást akarnak, és 2,5 millióan támogatnak. Helyes. És itt, ha megállunk egy pillanatra, akkor miért nem tud az ellenzék összefogni, hogy egységesítse ezeket a szavazatokat, mert az egyik oldalon látunk egy kőkemény kormánypárti koalíciót és jelentősen vezető kormánypártokat, a túloldalon látunk közepes és nagyon pici pártokat, akik egymással veszekednek arról, hogy most akkor kikivel fog össze? Szerintem ez zajlik, ez az integráció és az együttműködés formáin dolgozunk a háttérben. Azt hiszem, hogy a kolbász töltésnek a mechanikája nem annyira érdekes, a végeredmény nézzük meg, addig meg foglalkozunk inkább azzal, hogy mit gondol a Fidesz, és mit gondolunk mi, és mennyire más világot szeretnénk látni. És pontosan erről van szó, hogy a választók látni fogják, hogy nem ezek az ország valódi problémái, nem ezek az ő valós gondjaik. És ahogy mondjuk Algyön történt, hogy a Fideszes magukat civilnek álcázó politikusok megbuktak gyakorlatilag a helyi választáson. Lehet, hogy tényleg egyszerűen túltolják ezt a trekket, és Finkelstein örökségét, ugye elhunyt a gyűlölet valódi karmestere, az utolsó politikai hagyatékát még megpróbálják megvalósítani, ez a Soros terv című kampány, de szerintem ez már nem fog működni. Az emberek, pontosan ebben bízunk, át fognak látni a szitán. Igen, de hogyha tényleg ennyire átlátnak ezek az emberek a szitán, akkor 6 hónappal, 7 hónappal, 8 hónappal a választások előtt, egy szezonnal a választások előtt, akkor nem kéne már lassan látni az eredményeket a kutatásokban, hogy kezdenek átlátni a szitán? Tehát a Párbeszédnek nincs egy jelentős bázisa ezekben a bizonyos felmérésekben, hasonló kis pártok, bocsánat, hogy ezt mondom, de itt azért egyszámjegyű pártokról van szó, miközben a túloldalon, akiken átlátnak ön szerint, brutálisan vezetnek. Ott olyan egyszerű, tehát hogyha valaki a kormány maradását akarja, akkor bemondja a kutatócégnek, hogy a Fideszre szavaznék. Hogyha valaki kormányváltást szeretne, akkor nem igazán tudja, hogy most a személyes kedvencét mondja a legerősebbnek tűnő pártot, vagy nem mondjon senkit, de hogyha összeáll egy olyan működőképesnek tűnő képlet, ami elvezet a kormányváltáshoz, és egyébként ez viszonylag egyszerű, mert tulajdonképpen a 106 egyéni választókerületben kell megegyezni és megtalálni a legjobb jelölteket, akik képesek a Fidesz jelöltjeinek a legyőzésére. Tehát, hogyha ez kialakul, akkor az a 3,5 milliós kormányváltó tömeg meg fogja látni, hogy oké, itt a megoldás, akkor mostantól ezt kell bemondani, vagy hogyha legkésőbb a szavazólapon látni fogja, hogy ki ott a helyi jelölt, aki megverheti a Fideszét, és melyik az a lista, amelyiket ő a kormányváltás érdekében a voksával támogathat, akkor működni fog. Összefognának az MSZP-vel például? Azt gondolom, hogy minden ellenzéki párt, amely rezsimváltást akar, az együtt kell működjön, ennek a pontos formája az megkérdés. Összefognának a Jobbikkal, hogyha ez lenne a mondjuk a sikerre vezető cél? A Jobbikkal való összefogásnak nincs értelme. Most mondta, hogy mindenkivel. Most egy másodperccel. A Jobbikot nem tekintjük valódi ellenzéki pártnak. Mindenkinek sem tekintik. Oké, akkor a Fidesz-re is össze kéne fogni ezzel az erővel. Nem, egyébként... mert ők kormánypártiak. Tehát a Jobbikkal összefognának, igen vagy nem? Nem. Nem. Tordai Bence, köszönöm szépen, vissza fogunk sokszor erre még térni, mármint a választási matekre, és akkor most következik a híradó Annával.